Köszöntöm Önöket, ez itt az Élő Örökség. Koltai Anna vagyok. Adásainkban hétről hétre a Kárpát-medence ismert, vagy kevésbé ismert rejtett kincseit fedezzük fel. Ma a frissen átadott kápolnásnyéki halászkastélytól, a budavári Mikvén és a Diósgyőri Váron át egészen az erdélyi Gyalui kastélyig utazunk. Ami fertődnek az Eszterháziak vagy Fehérvár csurgónak a Károlyak, kápolnásnyék számára ugyanazt a Halász család jelenti. Halász Gedeon idején készült el az a kastély, amelyben a II. Világháború végéig éltek. Utána a családot megfosztották vagyonától, gazdaságától, a kastélyra pedig a pusztulás várt. Egészen addig, amíg a Velencei Tavi Kistérségért Alapítvány uniós és egyéb források bevonásával meg nem mentette. Mivel kápolnásnyék a Velencei tó főváros felé eső kapujaként mindig is kereskedelmi központ volt, a Halász Gedeon központ fontos kulturális turisztikai találkozási helyé válhat. Végstádiumban lévő épület volt, egy teljesen lepusztult a szocialista időkben szakszerűtlenül épített, rombolt, elázott falakkal bíró épület volt, ami tulajdonképpen hamarosan a bontás vagy az összeomlás szélére jutott volna, akkor, hogyha nem fogunk hozzá a helyreállításához. Kápolnásnyék számára én azt gondolom, hogy ez egy fontos olyan attrakció, ami növeli ennek a településnek a, mind a kulturális, mind pedig a turisztikai vonzerejét, annak a településnek, ami Vörösmarty szülőfaluja, és tulajdonképpen, ha Budapest felől érkezünk, akkor a Velencei tónak az első települése, kapuja. A kápolnásnyéki birtok a 19. század első felében került Dabasi Halász Sámuel kezére. A család kúriáját feltehetően szintén a 19. század első felében klasszicista stílusban építették. Mai formáját Dabasi Halász Gedeon jóvoltából az 1910-es években nyerte el. 1945 után termelőszövetkezeti tulajdonba került az épület, a Vörösmarty TS irodái működtek a falai között. Az épület állapota azokban az időkben folyamatosan romlott. Ez nem csak kápolnásnyéknek fontos, hanem Fejér megyének, ahol különben 40 nagy jelentős kastély van, és azok közül most végre van egy olyan példa, ami megmutathatja az utat, hogy hogy lehet fenntarthatóan felújítani egy kastélyt, hiszen ezeknek a kastélyoknak valamikor a hátterében több száz vagy ezer hektár termőföld, illetve sok-sok dolgos kéz verejtékes munkája állt, úgy lehetett őket fenntartani. Ma már ezek nincsenek mögötte ezeknek az épület együtteseknek. A kastéllyal egy időben átadtak egy inkubátorházat is. A létesítmény alapterülete több mint 1000 négyzetméter. Helyet kapott benne 8 iroda, amelyek akár egy-egy cég fióktelepeként is szolgálhatnak. Ezen kívül 3 többfunkciós és 3 egyfunkciós képzési és bemutató termet is kialakítottak, külön parkolóval és közösségi térrel. Itt kitaláltak egy olyan megoldást, ami szerintem példaértékű lehet az országban, hogy egy oktatási, innovációs, gazdasági központ is épült, és a jövőben fog épülni egy élelmiszerfeldolgozó egység, és egy szolgáltató egység is, biztosítva ennek az egész közegnek a fenntarthatóságát. Szerintem ez a példaértékű nem csak Fejér megyének, hanem az országnak is. A kormány az elmúlt 6 évben nemzeti és uniós forrásból 180 milliárd forintot fordított a hazai épített örökség megmentésére és felújítására. Elég jelentős Európai Uniós pályázati pénzek igénybevételével történtek meg a felújítások. Csak az innovációs központ tekintetében 2 pályázat összességében 500 millió forint. Nem csak az itteni emberek, hanem aki a Velencei tó partjára látogatott a múltban, ezen a kápolnásnyéki összekötő
úton, ami az innovációs központ előtt halad, egy romot látott, és nem is sejthette, nem is sejthettük, hogy itt milyen csodálatos épület együttes volt, lehetett valamikor. És ez most tökéletesen helyreállt. Szerintem ez mindenkinek a büszkesége, persze a Kápolnásnyékieké is. Kápolnásnyék nem csak az inkubátorházzal gazdagodik, hanem a településközpont is megújul. A kormány 200 millió forintos támogatásával fél éven belül megkezdődik az építkezés. Nem kell azonnal a Loire völgyébe utazni, ha csodálatos kastélyban tennénk sétát, hiszen Budapesttől mindössze alig egy órányira a Móri árokban vár a Fehérvár csurgói Károlyi kastély. Ez a pazar, klasszicista épület mind külseje, mind belső rendezettsége miatt az ország legszebb kúriái közé tartozik. A Fehérvár csurgói kastélyt magába foglaló birtok története meglehetősen régi. A kastély 1834-ben került végleg a Károlyi grófi család birtokába. A csurgói kastély építése Heinrich Koch tervei alapján történt, ám a Bécsben élő építészt Ibl Miklós képviselte, aki igencsak otthonosan mozgott a károlyiak körében. A kastély sajnos később arra a sorsra jutott, mint a hozzá hasonló magyarországi úri épületek. Fehérvár csurgói Károlyi kastélyt 1945-ben államosították, az államosítás után pedig két éven keresztül először a fővárosi gázművek üdülőjeként, majd görög menekült otthonként, végül állami nevelőintézetként működött ez az intézet 1979-ben, az épület rossz állapota miatt megszűnt. Nem kell nagy képzelőerő ahhoz, hogy rájöjjünk, milyen pusztítást végzett az itt élő 650 görög menekült. A 80-as években még itt forgatták a Terongyos élet és a Vörös grófnő című filmeket, majd kiürítették a rohamosan romló állagú épületet. A pusztulást Párizsból haza-haza látogatva végignézte az utolsó tulajdonos örököse, Károlyi György. 90-es években kezdődött meg az a munka, amelynek a során lehetőség adódott arra, hogy az épületet helyreállítsák. A 90-es évek első felében először a Műemlékek Állami Gondnoksága kapta meg az épület vagyonkezelői jogát, és Bugár Mészáros Károly vezetésével helyreállították először a tetőszerkezetet, majd a 90-es évek második felében nyílt lehetőség arra, hogy magát az épületet is elkezdjék helyreállítani. Az épületet folyamatosan újították fel. 1999-ben készült el a kápolna, 2001-ben a déli szárny, majd 2011 nyarára az egész együttes megújult. A kastélyban szállodai szobákat alakítottak ki, és a dóroszlopos tornác alatt étterem üzemel. Az óratornyot Ibl Miklósnak tulajdonítják. Soha nem nyerhette volna el jelenlegi állapotát a kastély, ha nincs Károlyi György örökös és felesége Károlyi Angelika grófné. A politika, tudományi és történelem szakos diplomával rendelkező párizsi grófné egyébként 1985-ben járt először Magyarországon és Fehérvár csurgón. Kár, hogy nem foglalkozunk ilyen szép épülettel, és azért gondoltunk, hogy valamit kell csinálni, és akkor restaurálni és fenntartani. És az idő és pénz persze, de sok idő és energia, de szívesen azt csinálunk. A felújítás legjelentősebb eredménye a neoklasszicista könyvtárterem. A galériára az egyik könyvszekrénybe rejtett ajtón lehet feljutni. A terem elhelyezése különleges, hiszen a kastély főtengelyében ritkán van könyvtár. A kastélyban található Fejtő Ferenc könyvtára is.
sohasem kész lesz, és még sok hiányzik, de majd nem lehet használni. A kastély újjászületése igazi sikertörténet. Az épület állami kézből ki nem adható, szigorúan védett műemlék, amelynek használati jogát 99 évre a Károlyi József Alapítvány kapta meg. Ahhoz, hogy a kastély és a park megújulhasson, pályázati pénzre és állami támogatásra egyaránt szükség volt, hova tovább a Károlyi család sem félt hiteleket felvenni. Utóbb kiderült, a kastély önfenntartó, hiszen a szálloda és az étterem bevételeiből a kastély még sokáig őrizheti jelenlegi pompáját. A Diósgyőri vár jellegzetes romjai a Szinvapatak völgyében elterülő szürkés-fehér mészkőből álló szikladombon emelkedtek. 2014-ben a várat 2,7 milliárd forintos beruházással újjáépítették. Ennek során nem csak a romok konzerválása, hanem továbbépítése és rekonstrukciója is megtörtént. A Diósgyőri vár a 14. században épült, Nagy Lajos király építette, kifejezetten azzal a céllal, hogy ide pihenni, vadászni, szórakozni járjon, ő maga Mulató várának nevezte ezt a helyet. A király halála után pedig királynék eljegyzési ajándéka lett, tehát mindig a soron következő királynénk kapta meg jegyajándékként. Zsigmond királyunk vala az első, ki mátkájának, Cillei Borbálának jegyajándékul adá az várunkat, és bizony innentől úgy ismertették Diósgyőr, mint az királynék jegyruhája, hiszen az királynék javadalmába kerül-e. És minden királyné, mikor megkapá az várunkat, jó asszonyi szokás szerint a maga kedvére kezdi el formálni ezen falazatokat és termeket, és bizony így tett Beatrix királyné és Mátyás királyunknak hitvese, ki itáliai módozatra díszítette ezen falazatokat és termeket. Már az 1600-as évek közepéről származó írások romos várként említik Diósgyőr várát, aztán ez az állapot csak fokozódott egészen 1953-ig, akkor vehették át itt a terepet a régészek, akkor indulhatott meg a tudományos munka, az akkori műemlékvédelmi törvények azt engedélyezték csak, hogy a meglévő romfalakat konzerválják, illetve jelképes kiegészítéseket végezhessenek. Az új műemléki gondolkodás szellemében 2014-ben a vár két szint magasságig újra felépült, a délnyugati torony kivételével. A másik három újjászületett palotaszárnyban helyreállították a várkápolnát, a királynék lakótermét és Közép-Európa legnagyobb lovagtermét is. A várunknak legnagyobb termében valánk itten, hogyha körbe tekintének vendégink, ez egy két hajós boltozatos terem, több mint 300 négyzetméter, és ahogy az imént is hallották, bizony kiválóan alkalmatos mulatságoknak megtartására, de királyunk is itt fogadá az ő nemes vendégeit, és bizony ezen terem is mostan emelkedett föl az mesterek keze munkája által. Hogyha innen tovább sétálánk, akkor átmenénk királyunknak termein, majdan pedig az királynék termei következének, tehát ezen palotaszárnyak végig sétálhatóak, és az királyi család legbelsőbb termeit tekinthetik meg vendégünk. A felújítások az eredeti tervek és korabeli festmények alapján készültek. A vár kiállítótereiben sajátos módon vegyülnek a régi tárgyak a rekonstruált eszközökkel, miközben a legmodernebb digitális technika segítségével kaphatunk betekintést a középkori élet mindennapjaiba. Nagyon-nagyon sok vitát váltott ki az, hogy hogyan szabad, hogyan lehet hozzá nyúlni egy műemlékhez.
vannak olyanok, akik mind mai napig elzárkóznak attól, hogy nem szabad hozzányúlni egy épülethez, és hogy mint minden ezen a világon lesz, keletkezik, épül, aztán elmúlik egyszer. Viszont én azt mondom, hogy ezt nem szabad hagyni, hiszen Magyarország nem nagyon gazdag épp kővárokban, és ha valamelyest közel akarunk jutni a középkori élethez, testközelből meg akarjuk tapasztalni, hogy hogyan éltek az emberek a középkorban, különösképpen egy királyi várban, akkor szerintem ez a vár hivatása, hogy ezt igenis testközelből lehessen érezni, megtapasztalni, járkálni benne, leülni a bútorokra, interaktívvá változtatni. Június végén szervezték meg a Kolozsvár melletti Gyalui kastélyban a Formula Design tábort. Az egy hétig tartó rendezvényen különböző kreatív szakterületeken dolgozó fiatalok vettek részt. Ez lesz ennek az egy hétnek a feladata. Együtt kitalálni a Gyalui található várkastélynek a jövőjét. Ennek a koncepciónak van egy olyan jellemzője, hogy nagyon neki tudnak feszülnek egymásnak vélemények. Különböző területről jövő emberek nagyon különböző dolgokat gondolhatnak különböző tárgyakról. Ez nem baj, ezért vagyunk, hogy ezeket kulturált és kitalált formában ütköztessük is utána dönteni tudjuk. A mai gyalui várkastély építését a 15. századra teszik. A várbirtok az erdélyi püspökséghez tartozott. Az idők folyamán az épület többször funkciót és gazdát cserélt. 1960-tól értelmileg sérült gyerekek iskolájaként működött. A kastély 14 éve üresen áll, az állapota folyamatosan romlik. A formatából egy holisztikusnak nevezett dizájntábor, amelynek a lényege az, hogy különböző szakmából érkező emberek dolgoznak együtt, egy nagyon kötött tematika mentén, amelyek köszönhetően a különböző szakmának a szempontjai tudnak érvényesülni, és nem fordul a munka bele egy ilyen szakbarbár irányba. Azt hiszem ez a lényege ennek a tábornak, vagy ennek a fajta módszernek, amivel dolgoztunk. Hogy különböző szakterületen dolgozó emberek hogyan tudnak egy közös téma köré gyűlni, és mindenki egy közös téma köré csoportosítani a tudását, az ismeretét. Így jöhetnek létre teljes megoldások. Így jöhetnek létre olyan kerek megoldások, ami több lábon áll, ami nem veszíti el az egyensúlyát akkor, hogyha valamelyik változó változik. Elkérhetetlenül valami fajta kulturális intézménynek kell létrejönnie. Ez azt hiszem az egyik csapat esetében sem volt igazából kérdés. Mi azt találtuk ki, hogy nem adunk konkrét funkciót a kastélynak, hanem egy olyan interaktív teret szeretnénk létrehozni, ahol különböző intézmények, szervezetek, színházak, művészeti projekteknek otthon tud adni, és egy olyan felület, ami egyúttal modern, és egy olyan épületkonstrukcióval kiegészíteni és ráépíteni magára a várra, ami egyedivé teszi, megkülönböztethetővé teszi, és nem az van, hogy még egy felújított vár Erdélyben, hanem a Gyalui vár Erdélyben. A hét nap közös gondolkodása eredményeképpen egy érdekes és innovatív ötlet született meg. A mi projektünk egyébként annak, hogy szintén ezen a kulturális vonalon haladt végig, mi egy nagyon-nagyon erős témát választottunk, ez pedig a Trianonnak a kérdése. Ugye gyakorlatilag 2020-ban lesz 100 éves évfordulója ennek a eseménynek, és az derült ki, ahogy a csapatommal beszélgettünk, vagy ahogy diskuráltunk erről, hogy erre semmifajta felkészülés nem történik. Nem tudják, hogy román oldalon mi fog történni, nem tudjuk, hogy magyar oldalon mi fog történni, és azt gondoljuk, hogy éppen ezért létre kell hozni egy román-magyar, gyakorlatilag nem azt mondom, hogy a barátságon, de egy valami fajta együttműködésen alapuló intézményt, amely foglalkozik a Trianonnal, mint egy nagyon nagy változással, ami mind a két ország esetében nagyon sokat jelent. És ennek a kezelésére jön végeredményen létre ez, és megértésére, egymás megértésére és a helyzet megértésére. 10 évvel vissza vagyunk infrastruktúrális szempontból, meg lehet 10 évvel vissza vagyunk mentalitás szempontjából, de a technológia maga elérhető, és a technológiával mi ugyanúgy tudunk élni. Ez magyarázza azt, hogy ugyanúgy lehet és indulhat startup Kelet-Európából, Budapestről, Belgrádból, nem tudom honnan, tehát hogy kreatív emberek mindenhol
ugyanazt jelentik, ezek az emberek kreatívak és valamit létre fognak hozni a saját közösségükért. Én azt gondolom, hogy a kastélyok kérdése, vagy a bárkastélyok, vagy a bárok, vagy az ilyen történeti jelentőségek bíró magukban álló épületek, a természetben álló épületek, azok nem csak Erdélyben jelentenek problémát, és nem csak Magyarországon, de ugye általánosan vagy Európában és a világon jelent, főleg Európában, ahol vannak ilyenek, jelentenek problémát. És én azt gondolom, hogy ezen csak nagyon erős ilyen állami elhatározást tud változtatni, vagy nagyon erős olyan szabályozó rendszer kialakítása, amely moderáltan tudja beengedni a privát szférát ezeknek a kastélyoknak hasznosításába. Reméljük, hogy a gyalui várkastély megújításának ötleteit hamarosan tettek is követik, és a trianoni jubileumra modern funkciókkal újjá is születhet a műemlék. A budavári palota környezetének az utóbbi évtizedek legnagyobb szabású középkori városi ásatása 2000-ben fejeződött be. A királyi palota északi falától a dísztér déli oldaláig terjedő településrész szinte minden egyes eleme teljesen átalakult a középkortól napjainkig eltelt időszakban. A felújítás alatt több késő árpádkori részletre bukkantak. Negyedik Béla idején indult meg a több ezer ember életét tartósan megvédeni képes budai vár a mai várfalaknál néhány méterrel beljebb húzódó falának megépítése. Ebből a korból származnak a legkorábbi pincék is. A pincerendszer 1350 négyzetméterén különböző korok pincerészei adnak randevút egymásnak. Néhol csak márgába vájt üreggel találkozunk, máshol kövekkel kiépített falak határolják a teret, de előfordulnak vakolt falrészek is. A pincerendszerben helyet kapott egy mikve is. Maga a mikve, mint a természetes vizek gyűjtőhelye, vagy égi, tehát esővíz, vagy földi adott forrásvíznek a összegyűjtését mutatja. Szintén Mózes 5 könyve beszél arról, hogy bizonyos helyzetekben az ember rituálisan tisztátalan, el kell menni egy ilyen rituális fürdőbe, és ezáltal megtisztul reggelre például. Tehát ilyen a tórának a klasszikus eset, amikor valaki betegsége van, vagy valaki nem kóser ételt eszik, tóra azt mondta, menj el be a fürdőbe, és utána tisztulj meg. Ezeken túl a mikvékben a zsidó hithű nőknek havonta egyszer rituális fürdőt kellett venniük. Tulajdonképpen itt, ahol állunk, IV. Béla óta alakult ki egy lakónegyed, és ennek a lakónegyednek döntő részben a középkorban zsidók voltak a lakói, és mivel tudjuk, hogy Budavárt németek lakták, a Mátyás templom is a németek temploma volt, ezt kevesen tudják, nem a magyarok temploma volt. 1867 után lett csak a magyarok temploma, a Nagyboldogasszony templom, és ezt a térséget itt zsidónegyednek hívták, és azt a kis utcácskát, ahol most állunk, azt pedig Judengasszénak, tehát zsidó utcának hívták. A pincerendszerben semmi nem szabályos. Kisebb pincerészek váltakoznak nagyobb terekkel. Alacsonyabb boltívek magasabbakkal, darabosabb kövek finomabban megmunkáltakkal, boros jellegű pincék mély pincékkel. Mégis ebben a szabálytalanságban harmóniát és bizonyos fajta állandóságot érzünk. A pincéket viszonylagos épségben sikerült feltárni és felújítani. Majdnem valamennyi boltív, ha anyagában nem is, ívében eredeti. Az ívekből megmaradt legalább annyi, hogy abból újjá tudták építeni a hiányzó részeket. Ahol ez mégsem sikerült, ott vasbeton födémmel fették be a teret. Elsősorban a pincerendszer az napvilágra került, és sikerült ezt olyan állapotba hozni, hogy most ez az egész pincerendszer bejárható. Itt különböző funkciókkal próbálkoztunk korábban, és most úgy tűnik, hogy a mikve egy olyan érdekesség, egy olyan kuriózum itt a Budavár területén, hogy erre mind a magyar, mind pedig a külföldi turisták nagy érdeklődéssel jönnek és nézik meg ezt a lehetőséget. Szervezetten van lehetőség
a mikve megtekintésére hétfőnként szakavatott idegenvezető közreműködésével. Köszönöm a figyelmüket, ez volt az Élő Örökség. Örökségvédelmi magazinunkkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, ugyanebben az időpontban. Viszontlátásra!